A kormány hivatalos Facebook oldalán jelent meg néhány hete ez a videó. A felvételeken a déli határszakaszon átjutni próbáló migránsok láthatóak, ahogy rendőrökre és katonákra támadnak. A területen már polgárőrök is dolgoznak, közülük többen Tolna megyéből érkeztek. A Tolna megyei polgárőrök a Bács-Kiskun megyei határszakaszra voltak vezényelve, kétszer egy hetes ciklusokban. Kelebiába kellett központilag mennünk, és Kiskunhalason voltunk elszállásolva. Itt szeretném megjegyezni, hogy egy full extrás kiszolgálás, illetve feltételek minden tekintetben megvoltak. A Tolna megyei polgárőrség megyei vezetője azt mondja, naponta több száz illegális hatásértő próbál átjutni Magyarország területére, sokan pedig közülük nem riadnak meg attól sem, hogy a kerítés mentén dolgozókra támadjanak. Agresszívabbak lettek, és oda kell most ténylegesen az élő erő, illetve technika, hogy visszaszorítsuk őket. A Tolna megyei polgárőrök legközelebb a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon teljesítenek majd szolgálatot.